Hát ez ilyesmi. Ezek ilyen recycle maszkok, vagy nem tudom. Ebből csináltam még egy párat. Itt díszlet, jelmez, kellék tervezés és kivitelezés folyik. Mostanában inkább filmeknek meg színházaknak szoktunk dolgozni. Amikor van egy kis szabad időnk, akkor szoktunk saját alkotásokat csinálni. Ez egy ilyen újra gondolása a régi dolgoknak. Ez az óra, tok ugye, egy ilyen fali óra volt, és én kiszedtem belőle az órát, és beleépítettem egy ilyen kis keyboard babát. Ez egy tök párna, az őszi dekoráció része volt. Például itt van ez a kis narvál gyerekjáték, ez is ilyen maradék anyagokból készült. Hozzájutunk filmes ismerősök maradék anyagaihoz, és szeretem ezeket felhasználni, mivel hogy nem nagy méretűek, ezért valamilyen szinten leredukálódik erre a méretre, de pont ez az izgalom benne, hogy mit lehet kihozni a maradékból. Mi egy pár vagyunk már 3,5 éve. Vannak projektek, amit teljesen együtt csinálunk, egymás keze alatt dolgozunk szó szerint. Ez a bogár részben egy óra is. Sokan azt mondják, hogy ez egy steampunk vonal. Én inkább recycle punknak vagy upcycle punknak mondanám. Van emögött egyfajta környezettudatosság is, viszont nem feltétlenül mondanám ennyire degradálva, vagy ennyire szájbarágosan, hogy én környezetvédő vagyok. Ez az én fricskám erre a világra. Az első prototípus, tervezünk kisebbeket is készíteni, mint lakásdekoráció, és egyben lámpa is. Egy holló készül, egy metszőholló van beépítve a csőréhez. A tollak pedig úgy készültek, hogy volt egy színházi munkánk, ahova pillangószárnyakat kellett készítenünk, és akkor a pillangószárnyaknak a leesője, illetve a kieső darabjait nem akartuk kidobni, és így felhasználtuk erre a fajta kis szárnyra. Színészekkel dolgozunk sokszor, és oda kell figyelni. Oda kell figyelni, hogy ne szúrja meg, ne vágja meg, kényelmes legyen neki, és ez csak egy faktor. Az, hogy néz ki, abból viszont nem engedünk. Azt nagyon szépen meg kell csinálni, hogy ez nem feltétlenül csak presztízs kérdés, ez a mi lelki békénk és nyugalmunk, hogy nyugodtan tudjunk lefeküdni, vagy tükörben nézni. Vannak egyéni megrendelésre készülő alkotásaink is, vagy puboknak, éttermeknek. Sokszor Facebookon találnak meg minket, és abszolút nyitottak vagyunk mindenféle ilyen kreatív munkára.